Május végén az NKK 5-ös nyerte a regionális bajnokságokban győztes serdülő fiú kosárlabda csapatok országos döntőjét. Júniusban végigedzést tartott a fiataloknak Ferenci Tamás, aztán egy hónap pihenőt kaptak a játékosok. Július 30-ától egy héten keresztül Gyulaházán edzőtáborozott a csapat, jelenleg pedig a Vecsik szakközép tornatermében és a Városi Stadionban készül a most már U16-os gárda. Előbbi helyszínen a labdás gyakorlatokon, utóbbin pedig az erőnlét fejlesztésén van a hangsúly. A bajnokság szeptember második felében kezdődik az NKK 5-ös számára. Regionális kadettbajnokságba fogunk indulni, mert a kiemelt bajnokságban ugye mi nem vehetünk részt, hiszen a legidősebb korosztályunk úgymond, és nincs olyan eredménye ugye U16-ban egyesületünknek, amely alapján oda besoroltak volna bennünket. Úgyhogy a regionális bajnokságba kezdünk, bízunk abban, hogy innen is föl tudunk jutni majd a főtáblára, és mindenféleképpen szeretnénk a legjobb 32 közé jutni. A Ferenci Tamás által irányított csapat az elmúlt szezonban kitekintett a nemzetközi porondra, és így lesz ez a következő évadban is. Meghívásunk van Nagyváradra, a Romániába, felkészülési mérkőzésre. Meg fogjuk rendezni ennek a korosztálynak a nemzetközi 5-ös kupát, illetve az év lezárásaképpen július elején Kassán voltunk kint két edzőmérkőzésre, oda is van vissza meghívásunk, illetve egy szlovákiai edzőnek nagyon tetszett az a játékstílus és az a szisztéma, amit mi játszunk, és ő már jövő év végére meghívott bennünket ezt a korosztályt egy nemzetközi tornára, ahol lengyel csapatok, szlovák csapatok, illetve magyarok, mi fogunk ezen részt venni. Az NKK 5-ös 4 korosztályban 5 csapatot versenyeztet. Az U14-esek is elkezdték már az edzéseket, a kisebbek pedig később kezdik el a munkát.